Jó estét kívánok mindenkinek! Köszöntöm vendégeinket és azokat is, akik majd a YouTube-on néznek bennünket. Engem László Józsefnek hívnak, és a MOL Szerda mai vendége Bot Péter Ákos, és kollégám Vicsek Ferenc, MOL alelnöke lesz az, aki még részt vesz majd a beszélgetésben. Először röviden arról, hogy ki is a mi vendégünk. Bot Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1990-ig. Dolgozott ENSZ tanácsadóként a fejlődő világban. 1990-91-ben ipari és kereskedelmi miniszter volt, majd 1991 és 94 között a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 95 és 97 között a londoni European Bank of Reconstruction and Development igazgató tanácsának tagja, vagyis az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Banknak a igazgató tanácsában dolgozott. Ezt követően visszatért a tanári pályára. Az akadémiai kiadó igazgatósági tagja, több folyóirat szerkesztőbizottságának tagja és alelnöke a Magyar Közgazdasági Társaságnak. A mostani MOL Szerda annyiban lesz eltérő a szokásostól, hogy először egy előadással kezdjük. Megkérlek, hogy a magyar gazdaság kilátásairól a polikrízis idején tartsd meg az előadást. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást, és nagyon sok kedves ismerőst látok itt, és mindenfajta régi emlékek feltolulnak, és olyan interjúk, amelyek rögzítették életpályámnak azt a szakaszát, amit most voltál kedves említeni. De én valóban egyetemi emberként egy szokásos prezentációval készültem, amit ma délelőtt vagy reggel fejeztem be, friss, ropogós. Az ember nem nagyon tudja elővenni a múlt heti előadásokat, mert sok minden megváltozik, jönnek új adatok, tények, és az is elképzelhető, hogy amikor ezt a valaki megnézi majd, este, késő este, addigra már megváltozik a világ, például új személyiségek tűnnek fel a magyar politikában, és egyébként. Most ez rögtön rá irányítja a figyelmet arra, hogy amiről beszélek, az gazdaságtan, de átvettem ezt a polikrízis, ez egy divat szó, de hát az újságírók szeretik ezeket a divatokat, és én is használom, mert rögtön többen rákattintanak, majd használják, hogy többszörös krízis veszély, ez a polikrízis, hogy mi is ez. Alapvetően a gazdasági folyamatokat érintő nem gazdasági ügyekről fogok beszélni először, és utána hát visszamegyek a kaptafához. És valóban azt gondolom, hogy a magyar gazdaságot is érintő legnagyobb veszély politikai, az egész világot érintő veszély, világgazdaságot érintő veszély, az geopolitikai, politikai, ráadásul gyakran még személyes is, vagy hogy is mondjam, személyiségektől függő, populista vezetők tűntek fel, és úgy látszik, hogy egy darabig még hátszélük van. Az autokrácia visszajött, noha 30 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy van egy demokratikus hullám, aminek a hátán nagy országok, Kína, stb. Vagy bejutnak valamilyen fajta közös fejlődési pályára, nem így történt. És ezek a személyiségek, ezek olyan fajta bizonytalanságot visznek az életünkbe, amelynek a fokára nem nagyon készült fel az ember. Hát itt van például az a háború mellettünk, és azt lehet nézni Budapest felől, akkor egy kicsit más a térkép, de lehet nézni úgy, hogy középen van a volt Szovjetunió, és annak a különböző isztányai, és azok a megoldatlan problémák, melynek az egyik legvéresebb valósága az Ukrajnát ért támadás, de azért tudjuk, hogy ez az megelőzően volt már egy első ukrán intervenció, amit még elfedett némileg Oroszország, és hát voltak 2008-ban is agresszív lépések, és ezzel nem ért véget a dolog, egymásnak feszülnek különböző nemzetek, olyanok is, amelyek a tegnap előttig még akár szövetségesek voltak, és lehet, hogy holnap után már megint egymásnak esnek. Akár mondhatom Kínát, Oroszországot, de most bármit mondunk, kiderülhet az a fajta bizonytalanság, ami részben strukturális, részben pedig vezetési. Én nem gondoltam volna,
hogy a személyiségnek ekkora szerepe van. Ugye aki Marx Károlyra járt, nem kellett marxistának lenni, de azért a gazdasági determinációt magába szívta egy darabig. Hát én azt gondolom, hogy az egyéniségek szerepe az nagyobb. Csak mondok megint egy példát, ránézek a térképre, ha az ukrán elnök 2 évvel ezelőtt azt mondja, hogy ő elfogadja a fuvart és nem kell a lőszer, akkor 3 nap múlva más lesz a történelem. Ennyin is múlhatnak a dolgok. No, ez nem az én szakterületem, de idehozom azért, és azt is, hogy az ember próbálja megérteni azokat a személyiségeket, ideológiákat, hajtóerőket, amelyek egész közvetlenül érintik életünket. Hát vannak például, hát itt most már ugye, ha Oroszországot ide raktam, akkor hozok egy másik ismert személyiséget. Ez egy Twitter üzenet, amikor még az illető, egyébként hivatalban levő férfiú twitterezett a pad alatt, vagy nem tudom, értekezletek alatt, vagy, és megírt, megüzent olyan dolgokat, amelyeket az ember iskolában tanít. Én ezt a Twitter tanítom, amikor a gazdaságpolitikát tanítom, hogy azt mondja egy elnök, hogy a trade wars are good. Könnyű megnyerni, és mindenki jól jár. Hát Adam Smith-től azt tanuljuk, hogy a szabad kereskedelem jó, ott mindenki jól jár. Nem egyforma arányban ugyan, de az egy nem nulla összegű játék, nem negatív játék, pozitív összegű játék a szabad kereskedelem, mert mindenki nyer, mert ha önként adja el az áruját, a másik önként veszi meg, akkor a végén az utilitások értéke nagyobb, mint előtte. És ez nem mágia, hanem közgazdaságtan. És olyan valaki azt mondja, hogy nagyon röviden, tömören, hogy meg kell, vámokat kell kivetni, és kereskedelmi háborút kell folytatni. Most ráadásul meg is csinálta. Tehát ez nem csupán politikusokat, az érdemes olvasni, hát ezt most jó helyen mondom, hát abból élnek, hogy olvassák, és komolyan veszik őket, és sajnos elég gyakran komolyan kell venni őket. Azt gondolnánk, hogy ez egy poén, vagy egy szöveg, vagy csak a bázisnak szól, de gyakran gondolják, amit csinálnak. És akkor azért jó tudni, hogy mit gondolnak a személyiségek. Ugye a Twitterről leszették ezt a bizonyos férfi, Donald Trumpot, de egy másik platformra felkerült, ott nincsen ilyen korlát, kicsit hosszabb az üzenete, és hogy az ember végigfutja ezt a karácsonyi üzenetet, ami december 25-én vettem le. Hát a fenének nézek internetet, de már nem bírja az ember megállni. És érdekes üzenet, ugye Merry Christmas mindenkinek, annak a csirkefogó John Biden tanácsadójának is, meg nem is tudom pontosan kinek, meg mindenfajta hülye vezetőknek, meg Green New Scam, az ilyen zöldeknek, akik be vannak meg vannak őrülve a környezetvédelemért, meg az energiafüggetlenségért, Electric Car Lunacy, azok a hülyék, akik elektromos autóval akarnak járni. Ugye ez egy leendő potenciális döntéshozója a szabad világnak. Aki azzal zárja a karácsony üzenetét, hogy egyébként dögöljetek meg. Hát, bocsánat, nem én mondom, ide van írva. Merry Christmas. Na most csak ezektől függ az életünk. És hát ezért értik, hogy én azt most fogok beszélni a folyófizetési mérlegről, a költségvetési hiányról, de ezek meg a személyiségek vannak, emberek vannak, mozgalmak vannak, ideológiák vannak, vagy azoknak a hiánya, és ezért tehát ezzel kellett kezdenem. De akkor azért rátérek arra, hogy milyen, amikor polikrízis, sokfajta párhuzamos válság van előttünk, akkor mégis a közgazdás számára milyen válságok vannak, amik nagyon fontosak. Hát nyilvánvaló, nagyon fontos az adósság. És miután a magyar esetben ez az elmúlt 2-3 napban még nagyobb figyelmet kapott, én korábban is aggodalommal figyeltem és cikkezgettem róla. Többen ugye kollégák is vagyunk, mert nekem lett egy rovatom, ami hetente van, egy rovatom, egy nem annyira olvasott gazdasági lapnál, és azt havonta van egy rovatom vagy cikkem a portfolio.hu-n, azt viszont mindenki olvassa, ezért kénytelen vagyok minden hírt figyelni, de egyébként is figyelném, és hát az egyik hír az, hogy a magyar államháztartásnak az állapota sokkal rosszabb, mint gondoltuk. De ez egy világjelenség, és ha megnézzük, hogy mi történt, remélem, hogy itt a teremben látható, és aki minket néz, látja ezeket a dolgokat, hogy az történik,
hogy a világ nemzeti össztermékke arányában megnőtt az eladósodás, megnőtt az államok eladósodottsága, százalékosan megnőtt a magánadósság, és azon belül például a háztartások, ez vadonatúj dolog, a háztartások 30-40-50 évvel ezelőtt nem voltak eladósodva. Most nem mondom itt, mert itt magunk fajta fiatal emberek emlékszünk arra, hogy nem úgy vettünk autót, hogy elkezdtük fizetni a részleteket, hanem az ember összespórolta, elvitt a 74 ezer forintot a Merkurba, a felét, mert az első felét már be kellett fizetni, és 4 év múlva, amikor megjött a Skodája, akkor a másik felét így a kabát zsebből kifizette. Lakást is úgy vettünk, hogy ott már volt OTP kölcsön, megjegyzem. De azért mindesetre a fejlődő világban is, és a fejlett világban is el vannak adósodva a polgárok, hát a cégek el vannak adósodva, és az államok is el vannak adósodva, és mindez nem akkora gond, ha a kamatszint alacsony, és volt 10 év, az elmúlt 10 év, már 22, ugye 20-ig tartó 10 év, amikor nulla körül volt a legjobb adósoknak a kamata. Kamatszintje, és ez egy teljesen rendkívül időszak volt, és akkor hozzá kell persze tenni, hogyha 0-1-2% a kamat, akkor az nem akkora teher. Itt van most egy óriási adósságállomány és egy magasabb kamatszint. A kettő szorzata az egy robbanékony elegy. Tehát itt valami jön, valami botrányok sorozata jön, mert vannak eladósodott országok, és vannak, amelyek viszonylag jól meg fogják úszni, valamelyik kevésbé, és ez a kamat teher, ami rá nehezedik egy államra, vagy egy családra, vagy a cégekre, hát a cégekre legkevésbé aggódom, és ott nincs is akkora elmozdulás a világban, az mindenfajta izgalmas kérdéseket vet fel. Mert közben az történt, ha látják, arrébb lépek egy kicsit, hogy mondjuk az Európai Központi Banknak a kamatszintjét mutatom, voltak évek, amikor nulla volt az EKB által a kereskedelmi bankoknak felszámított hitel, ha hitelt nyújtott, vagy amit befogadott, akkor betéti kamatláb, és furcsa volt ez a nulla, meg kellett magyarázni, ezt meg kellett érteni, utána meg kellett magyarázni a hallgatóknak, hogy miért lehet nulla alatt negatív a kamatláb. Mindenesetre ez az időszak elmúlt, és látjuk, hogy nagyon nagy sebességgel, kis spéttel ugyan, de aztán felgyorsulva az Európai Központi Bank megemelte. Azt kell mondanom, hogy normalizált a kamatlábot, ez a 4% kezdetesen rendbelevő dolog. Ez nem valamilyen fajta túl magasra emelt, nem is kedvezményes, normálisnak mondható. Igen ám, de aki hozzászokott, hogy 1-2% mellett fizetget, annak most azért a 4-5% nagyon sok lesz, amikor lecserélődik a régi hitele, és szeretné, vagy muszáj folytatni az újjal. Hát azért nem mindegy, hogy meg háromszorozódik a kamat terhe egy cégnek, egy családnak, egy államnak. Tehát ez egy óriási ügy, és ez nem magyar, ez egy globális ügy. Nyilván rátérek a magyarra. Ha túl sokat beszélek, akkor szóljál rám, és akkor felgyorsítjuk, de nem a diáim száma véges, tehát nem fogok Antal miniszterelnök úrnak a rossz példáját átvéve, aki mindig 45 percet beszélt, bármilyen kérdést tettek fel az újságírók, mert a tanárként arra volt beállva. Nos, a magyar ügyek. Tehát itt van Magyarország. A helyzet ennél rosszabb, mint amit látunk. Ez ugye a magyar államháztartásnak a bruttó adóssága, és nem forintban, mert az nem mond sokat, forint is gyengül, hanem a magyar GDP százalékában, a nulla az itt van valahol, és a 40-től indul a skála, hogy ráférje minden, és lehet látni, amit lehet látni, hogy 2019-ig volt egy folyamatos, nem túl gyors, de javuló tendencia. Nőtt az államadósság, de nem olyan mértékben, mint a nemzeti jövedelem folyóáron, ezért a hányados az javulgatott. Javulgatott, mondom én, mert lehetett volna gyorsabb is. És aztán utána megszűnt az az uniós szabály, felfüggesztették, mely szerint be kell tartani a deficit szabályt, és ha a deficit szabályt betartják, akkor az állam adósság, az állomány se fog úgy nőni. A magyar kormány nem azonnal élt, fél évig gondolkozott, és az évnek a második felében élt azzal a szabadsággal, hogy ja, nem kell betartani ezt a szabályt, akkor nem is tartjuk be. Olyannyira nem, hogy lehet látni,
hogy irdatlan mértékben fölszaladt ez a hányad, és az utolsó évről a legfrissebb adat, de a legfrissebb adat is háromnapos, ugye, azt mutatja, hogy százalékosan szemmel alig látható mértékben csökkent csak, és azért is most egy rossz májú megjegyzés, mert a pénzügyi stabilitási törvényben be van rakva, hogy csökkennie kell. Hát, ha csökkennie kell, akkor csökkenni fog. Mert hát azért egy könyvelő ide-oda tud könyvelni valamennyit, hát mindent nem lehet eltüntetni, de lehet. No, és hát akkor ugye ez az egyik probléma, balra ez az egyenleg, jobbra pedig az egyenleg, tehát a költségvetési egyenleg, a vonal fölött van a szuficit, de azt nem kell nézni, elég nekünk a deficitet nézni, és ide beraktam azt, ami tegnap előtt még elmúlt héten még a tudásunk szerint volt, megtervezték 3,9%-ra, aztán ez fölment 5% fölé. Na most a deficit ténye az adottság. Én egy évet tudok fennállásom alatt, amikor a magyar állam háztartás egyensúlyban volt, egyetlen év. A 90 előtt itt nem mondom, mert az állítólag egyensúlyban volt, de hát jó, azokat az adatokat nem gondoljuk nagyon komolyan. A 90-es év volt az Antal kormány első éve, amikor a valutalappal kötött, mármint a német Miklós kormánya által a valutalappal kötött szerződés betartása miatt nagyon-nagyon keményen kellett a költségeket megfogni. Taxisblokkád ismerős egy-két itt ülőknek, hogy bármilyen kellemetlen intézkedés, de nem lehetett elengedni azt az évet, hogy visszaszerezzük a renomét a valutalapnál, amely nélkül nem lehetett volna megtartani az ország finanszírozását. Azóta nem volt nullás költségvetés, szóba jött, vissza lehet keresni újságcikkeket néhány 5-6 évvel ezelőtt. Általában elég fölütni a márciusi és a júniusi számokat, amikor a miniszterelnök elmondta, hogy abban az évben nullás lesz a költségvetés, tehát kijönnek a konyhapénzből. No, október-novemberre ez a hang elhalt, és decemberben brutális mértékű deficitek jelentek meg. A december veszedelmes hónap az államháztartás szempontjából. Na most ugye ez a 3%, amit említettem, ezt egy darabig betartotta a kormányzat 2010 után. Azelőtt botrányos volt a költségvetés, hogy ez a szocialista szabaddemokrata koalíció az egyik szeretett kiadni, a másik szeretett nem nagyon adóztatni, a kettő együtt deficit. Hát ennél is mit csinálni, ezt összerakják ezt a két pártot, és mind a kettő komolyan vesz, amit mondja, akkor az összeomlik a költségvetés. Hát összeomlott. Utána jött ugye a tagságból adódó fegyelmezés, ami sajnos elmaradt az előző években, és a Orbán kormány be is tartotta, ezzel lehetett távol tartani, a valutalap az érdekes, az a mumus, hanem ugye a brüsszeli jótákat, és ezt szabadította fel a tanács, tehát maguk a nemzetállamok, és ezt fogja visszaállítani jövőre, ugyancsak, vagy áll vissza a tanács és a bizottság közös működése alapján, és hát itt még berajzoltam azt a 60%-ot, ami kellene ahhoz, hogyha valaki be akar lépni az euróvezetbe, nem ránk vonatkozó ez az egész ügy, ezt csak idehozom mégis iskolai megfontolásokból, és odaraktam azt az 50%-ot, melyet valami oknál fogva a jogalkotók beraktak a magyar alaptörvénybe. A GDP 50%-a alatt lép csak életbe egy hallom olyan szabály, amelyek szabály alapján az alkotmánybíráknak valami ügyük van a gazdasági dolgokkal. Ha valaki nem érti, a nem magába keresse a hibát, elég nehezen érthető, hogy mi köze a GDP 60%-a ahhoz, hogy egy alkotmánybírák el tudjanak dönteni például adózási ügyeket. Most ez ki van véve a felelősségi körükből, mindaddig, amíg nem érünk vissza ide. Na most, amit látják ezt a mozgást, hát itt azért meglehetősen
távol vagyunk tőle. Úgyhogy most ott tartunk, hogy a tegnap előtti bejelentés óta, amit Nagy Márton miniszter úr eszközölt, a 6,5% körül van a GDP arányában, a Nemzeti Banknak jött egy másik adata, az 6,7, attól függ, hogy hogy beszámoljuk, nem számoljuk be az Exim Bankot, de mindesetre 6,7% közé berajzoltam, többé-kevésbé. Ez irdatlan nagy, brutálisan nagy, és ezek különböző gondok vannak. Az, amivel kezdtem, hogy egy nagy adósság, ha a kamatszint nagy, a kettő szorzata nagyon nagy. Ha az adósság nagy, de a kamat alacsonyka, ez mondjuk a japán vagy német eset, mert mind a kettőnek jobb hitelbesorolása és alacsony a kamat, viszonylag alacsony a kamatszint, akkor ez nem nagy tétel. Úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen ügy, mert az államháztartással kevesen foglalkoznak, néhány tucat embernek a fejfájása ez, de hát a következmények 9 milliót érintenek az országban. Mert itt vannak a következmények. Ugye megnéztem, hogy mennyi volt tegnap előtt mondjuk a AKK-nál, Államadósság Kezelő Központnál ennek a finanszírozása, kincstári jegynél 6-7%, 10 éves papírnál 6,3 forintban, ugye 15 éves papíroknál 6. Ki lehet lépni természetesen a dollár piacra, vagy az európiacra, meg is történt januárban, és a hozam, amit ugye ki kell izzadni majd, a, hát igen, 12 éven keresztül, az bizony 5,7% sok. Ez sokkal több, mint az Egyesült Államoknak, az állam, amerikai állam kötvény fölött van, 180 bázisponttal, majdnem 2% ponttal nagyobb. Hát ennyivel drágában finanszírozza magát a magyar állam, hogyha dollárban és euróban, és hát hogyha forintban, hát akkor is elég drága. Volt ez sokkal drágább, volt készszámjegyű, most azért ugye ereszkedik el az infláció, ereszkedik a kamatszint, és egy darabig dolgok nem romlanak, igen ám, de kimennek olyan adósságtételek, amelyeknél 2-3% volt a kamatszint, és bejönnek ezekkel a kamatfeltételekkel, hát bárhogy nézem, ez azt jelenti, hogy a kamatteher óriási lesz Magyarországon, már most is a nemzeti össztermékeknek 4%-át elviszi. Tehát nagyobb ez a tétel, most nem mondom, mint a hadi kiadások, a 2-3-szorosa, hát az egészségügyi kiadásokkal azonos nagyságrendű körül, nagyságrendileg. No, tehát ez egy óriási probléma, amelyik nem fog elmúlni, nem tud elmúlni a dolog természete miatt. És miért ez a helyzet? Miért ilyen drága a magyar adósság, finanszírozás? Hát mert a magyar államnak a helyzete törékeny. És ez a törékenység, ezt én most nem akarom végigvenni a gazdaságtörténetet, csak megemlítem, hogy a három hitelminősítő, a Fitch, Standard & Poor's, Moody's által kapott besorolás, ami nem ország besorolást, nem az országot minősítik, hát Görögország is gyönyörű ország, de a görög állampapírt minősítették úgy, ahogy. Csak azért mondom, mert az ugye az a fél, az ember mondja egy lendülettel, hogy leminősítették, mit tudom én, Ugandát, felminősítették Lengyelországot, tehát nem az országot, hanem állampapírt. És ennek a besorolását, ha megnézik, akkor lehet látni, hogy ez a zöld, ez a magyar. Azért mozog itt, mert az egyik fölviszi, a másik leviszi, az egyik hitelminősítő. Ugye a jövőre vonatkozó becslés, középtávú pénzügyi becslés, tehát bizonytalan, mint minden pénzügyi becslés, és mondhatják, hogy nem megbízható a hitelminősítő becslés. Hát nem. Általában semmi sem megbízható. Az iskolai osztályzat sem adja vissza jól egy hallgatónak a felkészültségét, ennek ellenére szoktunk osztályozni. És ha osztályozunk, még átlagolunk is az osztályzatból, és lesz a végén egy diploma minősítés. Hát körülbelül így kell elképzelni. A mi minősítésünk, ugye a AAA, az a csillagos ötös, az Németország, azt nem kell nézni, bár mondjuk Észtország, Szlovénia már elég közel van hozzá, a 3A-hoz, ott van már a nyakukon, és azt is jelenti, hogy olcsón kapják a hitelt. Tehát ez nem szépségverseny, nem az a bajom, hogy mi itt vagyunk. Ugye Románia fölött, az összes többi már előttünk van, hanem ennek megfelelően elég drága a magyar finanszírozás, láttuk az előbb.
És hát azt is lehet látni az évek során, itt amikor elkezdődött az a unortodox gazdaságpolitika, amit nem értettek a külföldiek, aki nem ért egy befektető, nem ért valamit, akkor az kockázati tényező, az leviszi a besorolást. Most egy fokkal jobban értik. De hát nem sokat segít rajtunk, amit lehet látni, mert ott tartunk, ahol tartunk. Nem túl messze vagyunk a Bowley kategóriától. Ott húztam meg ez a non-investment grade, ahol a befektetőknek nem ajánlott. Be lehet fektetni, csak hát az ember akkor kockázatot vállal. Új autó, meg használt autó. Szóval mind a kettő autó, mind a kettőnek van piaca, csak egyiknek egy kicsit bizonytalanabb a piaca, ott nagyobb kedvezményeket kell adni, meg hát stb. Úgyhogy hát itt tartunk most, és a magyar besorolás a sajnálatos módon az törékeny. Ez a tavalyi besorolás idén is lesz majd még, és vannak félelmei az embernek, ha meglátják az adatokat, mely adatok a 23-as év adatai sokkal rosszabbak, mint a 22-es. Noha a helyzet nem rosszabb, de az adatok rosszabbak. Azért mondom, nem rosszabb, de majd ha lesz idő erre, akkor visszatérek. Ha lesznek kérdések, nem tudom mi a szokás, akkor ugye, akkor én ezt elmondom, hogy miért mondom azt, hogy nem rosszabb és rosszabb, de adatok, tehát vannak rossz adatok, és hát van mögött egy valóság, amik általában lassan változik, az adatok gyorsabban változnak, mint a valóság. Egy gyereknek az osztályzata változhat, a gyerek mint olyan kevésbé változik, de néha jó felel, néha rosszul felel, jó napot fog ki, jó tételt húz ki, szerencsésen érettségén kihúzza a Pitagórász tételt, oda még eljutott, ha már függvénytant húzna, nem jutott el. No, szóval meglátjuk, hogy mi lesz Magyarországgal, de vannak félelmeim. Tehát kényes a tartomány, amiben mozgunk, és ezért bármi megeshet. Úgyhogy hát meg lehet nézni, hogy hogyan szakadt le, hogyan fejlődött szét a Visegrád, vagy az a országcsoport, amiben, hát nem tudom, ez a szó még éle vagy nem él. Mindenesetre a magyar besorolás az a legjobb három között volt, és most már ugye a többiek elhúztak mellettünk, és a miénk nem nagyon javult. Pedig akkor még Magyarország nem volt tagja az Európai Uniónak. Volt, de hát azért még az egy korábbi szakasz volt, és igen. Na, nem sokkal, csak az, most azért álltam meg, mert körülbelül ez a besorolás BBB plusz és a BBB minusz között voltunk még a rendszerváltozás idején, akkor fölmentünk, és ez a A volt az a csúcs, amit a pénzügyi válság előtt elért Magyarország, de már akkor tele volt problémával. Ennyi talán elég ebből, ez csak egy vonatkozás annak a kockázati halmaznak, amit kezdtem. Kezdtem az adóssággal, államadóssággal, és akkor ugye rátértem arra, hogy valami gond van az országgal, mert ezt tükrözik ezek a mutatók. Ezek a gondok oda is vezetnek, hogy ha stabilizálni kell a gazdaságot, mondjuk a forint árfolyamát, ahhoz a magyar monetáris politika nagyon magas kamatszinteket alkalmaz, kénytelen alkalmazni volt, időszak a nulla körül volt, máshol is, és utána föl kellett menni egész brutális magasságokba, lehet látni, hogy a MNB hogyan szalad föl, majd nyit ki egy folyosót, hogy ez hogy működik, ezt, ha valakit érdekel, akkor még beszéletek, de hát gazdasági újságírók ezt kiválóan tudják, hogy ez hogy működik, és minden esetre a lényeg az, hogy ez ilyen kamatszint mellett lehet finanszírozni az államadósságot, ilyen kamatszint mellett lehet itt tartani a forintot, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a forint ne gyengüljön, mert ha gyengül, az inflációs hatású. Most így is a magyar infláció kilőtt, és ugye fölment egészen rémisztő magasságokban. Egy évvel ezelőtt ilyenkor 26% körül volt a hó per hó januári, és ezért volt most nagy könnyebbség, hogy most nem tudom, 3,9-et hozott ki a KSH. Persze ahhoz a csúcshoz képest még 4%-a feljebb van, tehát itt nem az van, hogy árak estek, hanem az jelenti, hogy azt a rémisztő hegyet már nem kell tovább mászni, és az azért velünk marad az infláció. Hogy velünk marad-e, az lesz a következtetésem, hogy igen. Tehát rögtön ráúrok a végére, hogy aki azt mondja,
hogy az infláció a földön feltének meg van rúgdosva, taposva, annyi neki már kész, az nem stimmel. Tehát ez sajnos nem stimmel. És nem csak nálunk nem stimmel, a világban se stimmel. Tehát ezért erről vissza fogok térni. Akkor még egy-két adatot hozok, hogy lehessen látni, hogy ami jó, meg amit el lehet rontani, meg ami veszélyes. A iparról egy pár szót. Az egész modernizációnknak egyik motorja, ez most ugye szójáték, de hát ez egy igaz szójáték, a motorgyártás, azzal kezdődött, aztán autógyártás, az egész iparág, itt a Opel, aztán jött a Suzuki gyár, aztán jött az Audi gyár Győrbe, aztán jött a Mercedes, most elvileg jön Debrecenben, és majd meglátjuk Szegeden. Ezeket a miniszterelnök legutóbbi értékelő évértékelő beszédében azt mondta, hogy a mi gyáraink, a mi iparunk, hát igen, Magyarország területén van, de hát azért csak mondom, hogy hát azért ezek, igen. Ez a bajusz, ez egy német bajusz, mielőtt még valaki azt gondolna, hogy ez egy magyar innovációs bajusz, ez egy német bajusz. Az autó azonban, hát Mercedes-Benz, a miniszterelnök, a milyen kétségtelen, ilyen értelemben az avat, a szalagavatásnál ő vágja a szalagot, de azért ezek a gyárak, ezek Magyarországon működő gyárak, és nagyon fontos, hogy itt vannak, és az első két évtizedet én sikeresnek tartom. Persze elfogult vagyok, lehet mondani, az is vagyok, de azt gondolom, hogy tudok érvelni emellett. Az azonban, hogy kell-e újraiparosítani, és 2011-ben ez meg lett hirdetve, már akkor hümmögtem, és cikkeket írtam, hogy mi az ipar most. Hát úgy fogja fel valaki, hogy minden ipar, kreatív ipar, filmipar, szépségipar, akkor semmi vész. Akkor ezt tessék fejleszteni. De hogyha ipar az, ami pöfög, gurul és vasból van, ugye, akkor nem értek vele egyet. És nekem van olyan félelmem, hogy nekünk nem, már akkor is ez volt, hogy nem több ipar kell, hanem jobb ipar kell. Több szolgáltatás kell, több szoftver kell, kevesebb hardware kell. Nem ilyen irányba megyünk. És ezért írok cikkeket, és majd még önreklámot is készültem, önreklámmal is, hogyha már itt vagyok, hát ugye, akkor. Na most nem csak az újságírók, gazdasági újságírók, nem csupán az elemzők hánytogatják ezt fel, és most eljutott ezzel a politika felső szintjére, mert például a miniszterelnöki értékelésben volt egy implicit vita az elemzőkkel, meg a közgazdászokkal, akik itt fanyalognak a mi iparunk fejlődése miatt. Azért lehet látni, hogy a kormányzati körön belül is van. Hát ugye nagyon érdekes volt az őszi vándorgyűlésen a közgazdasági társaságon, amik alelnöke vagyok, volt az szíves megemlíteni, és mint ilyen, hát képviseltem a társaságot, és végül sikerült egy asztal mellé ültetni, ami 10 éven keresztül nem sikerült, csak azért mondom, hogy 10 éve nem volt olyan. Általában úgy volt, hogy a rendezvény elején eljött az egyik, mondjuk a pénzügyminiszter, és akkor a záróülésre eljött a jegybankelnök. Vagy eljött a jegybankelnök, és eljött a záróülésre a pénzügyminiszter. Most mind a ketten együtt jöttek el, a harmadik nem, ő a záróra jött el, Nagy Márton. Azt azért már nem sikerült, hogy mind a háromat, négyet oda lehessen ültetni. És ugye nagyon izgalmas, érdekes volt, mert ugye megjelent később a következő szereplő, mert a szereplők egyike nagyon keményen odaszólt, hogy a kormány politikája az tragikus. Azt hiszem ezt a szót használta, hogy valami tragédia. Igen. Na most, igen, ő egyébként az inflációért lenne felelős, és a költségvetés, az adópolitikát pécézte ki. A mellette ülő bólogatott, hogy nagyon rossz a gazdaság szerkezet. Ő egyébként a füzetését a költségvetési egyensúlyért kapja. Én írtam egy szöveget, én széttéptem, mint Bush elnök Magyarországra érkezve, mert ezek után, nem, amit el akartam mondani, a nagyobb részét elmondták. Majd megjött ugye pénteken másnap a következő miniszter, aki elmondta, hogy minden rossz, a monetáris politika se jó, meg a többi se jó,
ő egyébként hát a fejlesztését felelős. Tehát ez egy belső feszültség, és lehet most látni azért, hogy ki az, aki kikerült a Pixisből, ki van most az első helyen megemlítve, a másik helyen megemlítve, a kremlinológusok abból sokat le tudnak vonni, hogy melyik miniszter kapott dicséretet, első helyen, második helyen. Én ezt meghagyom az elemzőknek, de nem jelentéktelen. Tehát mi azt mondjuk kremlinológus, akkor én ezt nem leszólom, csak nem az én szakmám, de mindesetre lényeges, mert ezek a szempontok egymást ütik. És ezek a szempontok oda vezetnek egyébek mellett, hogy Magyarország inflációsabb, a forint gyengébb, a forint kifele is gyengébb, ezért például, ha az euróhoz mérem, hogy az euró-forint árfolyam hogyan alakult, a miénk gyengült, mégpedig tartósan gyengült és nagyon gyengült, miközben mondjuk a cseh korona az erősödött egy kicsikét, és megvannak azzal is. Tehát azt gondolja, hogy segíti az országot, az ország iparát, hogy gyenge a valuta, nem. Higgyék el, hogy nem. Szóval ki tudom fejteni részletesebben is, nem. Én nem láttam még meggazdagodni országot azon, hogy tartósan sokáig rontott a valutáján és inflációsra működött. Lehet veszélyesen is élni, de nem szükséges. És hát lehet látni, hogy azért a román a lejnek a stabilitása, ami nyilván menedzselve van, vagy a zlotinak a mozgása. Tehát nem szükségszerű az, ami Magyarországon bekövetkezett. Ez a gazdaságpolitikának a félreértései, hogy ez jó, hogy nem kell küzdeni a gyenge valuta ellen, sőt, jót tesz az iparnak. A iparnak a legkevésbé, már csak azért is, mert a termelési láncba beékelt magyar beszállító, hát nekünk nincsen autógyárunk, hanem beszállítói vagyunk autógyáraknak, hát ezekben a szerződések euróban vannak. Hát a munkabér van hufban, és ha gyengül a forint, az a munkabér olcsóbb valamivel. Hát nemzeti ajándék annak, aki azt kapja, de ez nem lehet cél. Na, mindesetre csak mondom, hogy ez egy vitakérdés is lehetne, de én szerintem nem annyira vitakérdés, hogy ez nekünk probléma, és az inflációs magyarázat egyike. És akkor még ide szeretném hozni, de csak megemlítem, átlépem, hogy az uniós pénzek is fűtik a gazdaságot, stabilizálják a fizetési mérleget, ezek szépen jönnek, illetve amikor nem jönnek, akkor rögtön baj van. Hát nem tudom, látja valaki, hogy volt egy év 16-ban, amikor technikai okokból nem nagyon jöttek az uniós pénzek, és ha megnézi majd a GDP mozgását, na ott beesett a magyar nemzeti jövedelem, mert hogy hát kimaradt egy lendítő erő. Most is jövögetnek, tehát nem igaz az, hogy nem jön. Ha valaki megnézi a magyar egyenleget, a 23-ról nem találtam, amit találtam 22-ről. Vannak befizetéseink és nemzeti hozzájárulás, kapunk, és ez persze nem megy át mindig az államon. Tehát amikor azt mondja valaki magas helyen, hogy nettó befizetők vagyunk, vagy lehetünk, hát az a költségvetésre még elképzelhető, na de például a gazdák azok direktben megkapnak, ez kb. 1,5 milliárd euró egy évben. Nem kevés pénz. Úgyhogy ezt csak idehozom ezt a témát, mert szóba szokott jönni, megyek tovább, és a szívfájdalmamat mondom el, az, hogy a magyar gazdaság az nagyon energiaigényes, egy euró vagy 1000 euró, érték előállításhoz mennyi olajat kell elégetni, vagy olaj egyen értékbe átszámított valamit, lehet bio, lehet bármi, ami energia, és lehet látni, hogy a nyugatiak, az uniónak a átlaga, illetve az északi erősen iparosított svéd, és hát ott többet kell fűteni, energiaigényessége jóval kisebb, mint a visegrádiaké, és a visegrádiakban is sajnos a magyar energiaigényesség nem akar nagyon javulni, csak csúszunk egyre rosszabb pozíció a visegrádiak között. Tehát ha ránéz valaki erre a trendre, a részleteket átugorhatja, azt lehet látni, hogy javulgatott 2012-3-ig a magyar energiaigényesség, de utána nem akar lejjebb menni. Na most nem csoda, hogy nem akar lejjebb menni, hiszen egymást érik azok a nagy beruházások, amelyek óriási problémát okoznak, a környezetvédelmi az lassan
felszínre fog jutni, nem lehet eltitkolni, megpróbálják, nem lehet eltitkolni. Hát a fogyasztási adatokat meg látjuk, ezek borzasztó, nagy méretű kapacitások, betonba van öntve, óriási vízigényű, áram, stb. Igényű. Tehát ez a megterheli a gazdaságot, és ráadásul az energiaigényen keresztül geopolitikai kötöttségeket is okoz, mert hát vagy nagyon drágán kell beszerezni nem Oroszországtól, vagy Oroszországtól kell beszerezni. Nem könnyű választás, ugye? A Nyugat-Európa és a baltiak megtették, hogy leváltak Oroszországról drágán. Megfizették az árát. Ugye egész európai gazdaságot azért megfogta az elmúlt két évben ez. Magyarország nem tudott leválni, és akkor ki van téve egyfajta geopolitikai függésnek. És ezt most nem részletezzem ennek a mindenfajta vonatkozását. És akkor legvégén, amivel kezdtem, hogy vége van az inflációnak, belépünk akkor 24-ben a növekedés évébe. Ugye ez most a standard szöveg. Az inflációval az a baj Magyarországon, ez az éves infláció, hogy a magyar gazdaság erősen inflációs. És hát én sem büszkén állok itt, mert ugye amikor Nemzeti Bankban voltam, akkor hát 35% volt, amikor beléptem, sikerült levinni 18-ra az éves inflációt. 18. Most ezért nagyon szégyeltem magamat tavalyig. És abba kellett hagynom a szégyenkezést, mert ugye 17,6 lett a tavaly decemberi adattal együtt, ahogy a KSH kihozta, az éves infláció. Tehát visszajutottunk oda, ahol a rendszerváltozás utáni nagyon nagy átalakulás, krízis, a hatósági árak sorozatos feloldása, stb. Úgyhogy hát a probléma nem múlt el, és van egy hajlama a magyar gazdaságnak inflációra, és ez azért kellemetlen, mert mi van mondjuk a kamatszinttel? Ugye a jegybanki kamatokat nézegetem, hogy az OECD mit jósol előre, és azt mondja, hogy hát igen, azok le fognak jönni majd ezek a kamatszintek, hát Japánba fölmegy, de az minket kevésbé érdekel, le fognak jönni, de nem zuhannak. Tehát ha az nyugat-európai és amerikai kamatszint ilyen lassan jön le az OECD, ez egy becslés szerint, akkor reménytelen azt várni, hogy természetes módon le tudjon jönni a forint, vagy a zloty, vagy a cseh korona kamat szintje. Főleg a magyar érét aggódom, mert a mi gazdasági helyzetünk olyan, hogy a stabilizálásához magasabb kamat szint kell, mint hogyha az ország besorolása mondjuk A volna. A minusz. De nem 3B minusz, vagy még esetleg annál rosszabb. Úgyhogy óvatosnak kell lenni, nálunk gond van a költségvetéssel, gond van az infláció, és gond van a költségvetéssel, és akkor a csak megemlítem, hogy a magyar államháztartás a nagyon kiterjedt, az adósság állomány nagyon nagy, a tavaly évvégi állapot szerint, ha aki megkeresi Magyarországot, mondhatja, hogy az uniós átlag alatt van. Varga miniszter úr, ha megkérdezik, akkor még azt mondja, és igaz, ő nem szakminiszter, nem szokott ilyen adatokba hazudni. Szakminiszter, mondom, ilyen adatokban. Valóban az uniós átlag alatt van a magyar hányad, de azért nagyobb, mint, hát hogy is mondja, nagyobb, mint mondjuk Németországé. Ez azért nincs rendjén. És a legnagyobb az összes volt tervgazdasághoz képest, Észtországtól Horvátországig, Szlovéniáig. Tehát itt a magyar... Ez nem sikerült megoldani ezt, nem sikerült kijönni, pedig már egyszer sikerült, hiszen előtt az egyetlen mutató az a 60% alatti, amit a Maastrichti belépési kritériumokból sikerült teljesíteni a 2000-es évek elején. Szóval ez egy óriási probléma, és akkor most már csak slágvortokban túl nagy, túl drága, ráadásul ez az államháztartás, ez elhanyagol nagyon fontos területeket,
A kutatásfejlesztési adatok ma jöttek ki, kellemetlen, vagy napokban nagyon kellemetlen, na de hát az egészségügy, az oktatás, nem akarom felsorolni, és az infrastruktúra is, amire azt gondoltuk az első 20 évben, hogy jobbak vagyunk, mint a térség, ami igaz is, hát aki járt román autóutakon, az tudja, amiről beszélek. Hát most már azért ezek a dolgok nem így vannak. Nem fordultak meg egészen, de oda veszett például egy előny. És amit még nem említettem, mert ez már technikai volt, de nagyon bonyolult, hogy nem is lehet összevetni a mostani államadósságot a 2010 előttivel, mert közben a magányúti pénztári rendszer zsebrevágván egy részét elégetvén, de a teljes nyugdíj ígéretet magára vonva a magyar államnak van egy implicit államadósság, ami nem nincs papír róla, mert ugyanis a nyugdíjasnak nincs papírja arról, mennyit fog kapni. Azt gondolja, hogy fog kapni nyugdíjat. Ez egy implicit adósság, de hát azért mindenkori kormánynak ezt illik teljesíteni. Ilyen implicit adósság van még néhány. Ha elönti az árvíz a Tiszát, akkor ugye helyre kell a gátokat építeni. Ez sincs berakva a költségvetésben, mert még nem következett be az árvíz, de hát ha bekövetkezik, akkor ilyen implicit államadósság rászáll. Kire? A fiatalokra, akik itt ülnek, az adófizetőkre. A következő generációkra. Úgyhogy azzal zárom, hogy a 24-jel az a bajom, hogy nem múlt az infláció, ami a növekedést illeti, ott pedig a növekedési kilátások azok olyanok, amilyenek, ha több belátás kellene, hogy nem lehet erőltetni. Mert Nagy Márton miniszter úr azt mondja, hogy ez a növekedés éve lesz 4% és a fölött. Így hangzik el a kommunikációjában, és hozzá igazolt jó szakértő, elemző szakértő államtitkártól is lehetett hallani, pedig őnek tudnia kellene, hogy a magyar gazdaság erőforrás alapon nincs berendezkedve 4%-ra. Tavaly például ne tessék ott a 4%-nál keresni, olyan nem volt, hanem a mínusznál tessék keresni. Mínusz 8, mínusz 9, ahogy mérjük. A legjobb mérési módon mínusz 8, tehát zsugorodott. Nem meglepő, mert mihez képest? 22-höz képest. Ja, igen. Hát az egy felfújt év volt. De minden esetre azért azt gondolom, hogy ilyen tavalyi évvel ennek a bázisán fog növekedni a gazdaság, de ha ezt erőltetik, abból csak baj lesz. Pláne, ha mellé teszi, és logikus bizonyos értelemben, hogy hát a növekedés fontos, de akkor az infláció nem annyira fontos. Erre mondom, hogy az infláció amúgy is problematikus Magyarországon, szerkezeti okok miatt, hagyományok miatt, ha még be is jelenti valaki, hogy neki nem olyan fontos a 3, mint miniszter a 300-ok, lehet az 4 vagy 5, hát akkor ne csodálkozzunk, hogy nem 3 lesz, hanem 4 vagy 5 vagy 6 vagy amennyi. Hogy mennyi, azt nem tudjuk, de minden esetre ez egy élénkítési, egy ilyen uszkariényje. Csak ugye hiányzik a glasnost, meg hiányzik a perestroika, ha mondhatnám az idősebbeknek, mert akkor tudják, hogy miről beszélek, a fiataloknak ez csak egy geg, amire nem kell komolyan venni. Na most lesz növekedés, hát persze, hát a tavalyi évhez képest lesz, megnéztem a bizottság mit mond, azt mondja, hogy lesz 2,4, lehet. Nekünk is van az egyetemen egy munkacsoportunk, mi is ilyen kettesre kezdődött az erre az évre adott jelzésünk. 2-2-2-3, körülbelül ennyi, nem 4. Miért? Mert nincs benne a rendszerben. Elő lehet idézni 4%-ot? Hát egy évre igen. Csak aztán jön a böjtje. Tehát a tavaly évben is meg lehetett tolni, de annak is jött utána a recesszió. És akkor a legvégén itt jön az önreklám, hogy amiről beszéltem, és itt köszönöm szépen, hogy ezt a hosszú életpályát voltál szíves felemlíteni, amiről beszéltem, ez nem új dolog. Ez egyáltalán nem új dolog. Ez a közepes fejlesztési csapda, ez egy régi sztori. És itt van a táskámban, fel tudom mutatni, nem tudom, hogy tudom azt. Ja, ott van a táskámban. Akkor higgyék el, elhoztam azért magammal a 1981-es cikkemet a Valóság című folyóiratból, egy iparpolitikai dilemma. Az az első cikkem, amit elég sokan elolvastak szakmán kívül is, és utána jótollú fiatalként kerültem be, úgyhogy írhattam a tervhivatal elnökének május 1-i beszédetek.
beszédeket is, mert látták, hogy van stílusa, Vodertás írjon beszédet, legyen benne József Attila idézet. Raktam. Szóval az a helyzet, hogy most ezt a cikket megtaláltam, és beleraktam egy könyvembe, újra közöltem. Betű szerint. Egy táblázatot vettem ki, nem érdekes, nem kell. Hogy ugyanaz a probléma, majdnem ugyanaz a probléma, hogy a közepes fejlettségű iparba bele lehet menni, ott lehet nőddögélni, abból nem lehet meggazdagodni. Abból soha senki nem gazdagodott meg. Ezt szokták mondani, a mosoly görbe alján nincs nagy mosolygás, mert a profit az a tervezésben, a marketingben, a finanszírozásban, a szervizben van, de nem a gyártásban. Én ezt a mosoly görbét nem ismertem, mert az még nem volt föltalálva. Én U alakú görbét mondtam, de nem sikerült szabadalmaztatnom, így most nem az én nevemhez fűz. A botféle most U-görbe nem terjedt el, de ugyanaz található ebben a cikkben. És hát meg kell mondanom, hogy örültem, hogy ezt a cikket megtaláltam és lehoztam, és fáj a szívem, hogy teljesen élethű, és hát annak se örülök, hogy olyan korba kerültem, most az én tiszteletemre írnak könyveket, de az a könyv, ami megjelent egy hónappal ezelőtt, abban 3-4-5 nagyon fontos tanulmány van pont a közepes fejlettségről, Csikán Attilát, tessék megnézni, megvenni, recenziót írni róla, és lanszírozni egy kicsit, nagyon, nagyon gazdag kutatási anyagok vannak benne, mindarról a problematika körről, amiről itt beszéltem, sajnos aktuális, csak közben megváltozott némileg a geopolitikai helyzet. De a közepes fejlettségi csapda, az egy csapda, amiből nehéz kimászni. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor állok rendelkezésre a kommentároknál, kérdéseknél. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, az jutott eszembe, itt, hogy mi az a 43 év, ami azóta eltelt, a 81-es cikk óta, ugye? Tulajdonképpen ugyanabban a dologban ülünk, csak fél szinttel feljebb, és ugyanúgy neki kell futni a megoldásnak. De én most nem locsogok, hanem átadom. Feri jegyzetelt közben, és úgy látom, hogy sok kérdése van. És már le is váltottam az összes kérdésemet, hogy gyorsabban haladjunk. Az lehet a benyomása, az előadásodat hallgatva, pedig tényleg nagyon szórakoztató és nagyon különlegesen magával ragadó a stílusod, ezt így merem a szemedbe mondani, miután te már dicsérted saját magadat az előbb. Ezt Deutsch Tamástól tanultam, hogy magam dicsérete olyan fontos, hogy másnak nem engedhetem át, mondta ő, és a klasszikusokat érdemes megjegyezni. És az ő esetében mondjuk nincs is nagyon nagy konkurencia, de ebben most nem mennék bele, hogy megkönnyíted nekem a kérdezést. Az előadásból, mondom, a bravúros stílussal együtt is, az lehet az emberek benyomása, hogy itt mintha a számok csatáznának egymással. Tehát, hogy akkor most a monetáris helyzet, az infláció, a nem tudom micsoda. És szerintem te vagy az a különleges szakértő, akinek nem kell nagyon neki futni ahhoz, hogy egy-két méterrel magasabbról tekintsünk rá erre az egészre. És akkor megkönnyítem a válaszadást azzal, tehát hogy hol követi el, ki a felelős azért, hogy az a gazdasági stratégia, az a döntéssorozat, amit ide vezetett, az hol érhető tetten? Ott még egy fél mondattal segítenék. Tehát azon a populizmuson, amely a választási győzelem érdekében kioszt 22-ben 2600 milliárd forint nagyságrendű, ha jól emlékszem, összeget, de tehát egy ilyen eszméletlen méretű összeget, ami ugye mind eladósodás, fedezet nélküli pénzkibocsátás, azt vissza kell termelni, és akkor erre szokták mondani, hogy az például ott van az inflációban. Tehát, hogy ki, hol, milyen hibát követett el? Föltehető-e így a kérdés? Föltetted. Oké, akkor tiéd a pálya. Most akkor azonnal, ugye? Igen. Jó, hát
Ugye ez egy nagyon izgalmas és könyvet igénylő kérdés, mert lehet röviden válaszolni, hogy Orbán a hibás, vagy mit tudom én, vagy Gyurcsány a hibás. Nota bene, mit a ez kettő? Most igaz is. Igen, igaz is, de nyilván akkor mögötte vannak további kérdések. Én ugye tanárember, én ezt tanítom ezt a korszakot most már, ugye ez egy hátránya a kornak, sok minden, de előny az, hogy látott már korábbi kríziseket, és egy kicsit talán el tud lépni a saját korszakától is. És amikor ezt tanítom ezt a korszakot, akkor azt mondom el körülbelül, hogy a 90-es rendszerváltás idején, és még az első évtizedben is a magyar pozíció jó volt. A legjobbak közé számított a térségben. Azért mondom a térségben, mert minden ugye a magyar globuson élünk, de amikor engem kisodort az élet, valamint Horn Gyula a munkahelyemről, a Nemzeti Bankból, és elkerültem Londonba, amit voltál kedves említeni, ott négy országot képviseltem a Fejlesztési Bankba, Magyarország, Horvátország, Csehország, Szlovákia. És ezért egyik héten, mint szlovák szóltam hozzá, a másik héten, mint horvát. És akkor elmentem természetesen a Prika pénzügyminiszter úrhoz, sőt, Tudjman elnökkel is kezet fogtam. Azért az kellett. Mert hogy én nagy voltam, levegőt venni. Én voltam az ő emberük. Ugye, a Horn Gyulával is levelezgettem, hogy mohi atomerőmű, kell nekünk, nem kell nekünk, megszavazzam, nem szavazzam meg. Na. És azért mondom el, hogy ott rászorított engem arra, hogy az egész térséget kicsit magaménak érezzem, és akkor rájöttem, hogy nincs speciálisan magyar probléma, és nincsen speciális magyar siker, többé-kevésbé azonos problémák vannak, és többé-kevésbé azonosak a válaszok, de azért kezdenek dolgok szétnyílni. És itt mondtad, hogy a számok mögé bújtam egy kicsit, nem azt mondtad, de lehetné is mondani. Igen, de azért, hogy most akkor elmutassam szóban, amit be lehet mutatni, hát valaki megnézi mondjuk a ország besorolást, az a számok vannak arról, hogy egyik itt volt, és most itt van, a másik itt volt, és ott van. Tehát lehet jobban rendszert váltani, lehet jobban kapitalizmust építeni, visszaépíteni, és azt lehet mondani, hogy igen, a baltikumi út az láthatóan nagyon más, mint a magyar, főleg a mostani, de még azonos országnak is van egy sikertelen korszaka, és utána egy sikeresebb, a szlovák fejlődésnek voltak, a Mecsár évek azok nem nagyon néztek ki jól, a Zurindai évek azok megtolták, Romániában is volt egy elvesztett évtized, és most pedig egész meghökkentő fejlődési adatokat látok, hogy pontosan mi mögötte nem tudom. Na most, ezt azt mondom háttérnek... Konkrétan kérdeztem, igen, konkrétan ki követett el, és igen. Mit? Szóval én az utolsó néhány évre térek rá, mert már erre utaltam egyet, hogy a populista pénzköltés, itt volt adatom, az nem 2020-2022, hanem hát azt mindenki megcsinálta. Mindenki. A választás előtt, de esély megnézi, választás alatt lemegy a deficit hányad, fölmegy. Akkor lemegy, de nem ment le, mert Megyesi elfelejtette levinni, amit hogy a deficitet beragadt, és ugye így ütötte meg a 2008-as válság Magyarországot sokkal jobban, mint az összes többit. És akkor jött egy fiatal ember, ugye visszajött Orbán Viktor, aki a 2008-as pénzügyi válságból és annak a magyarországi viszonyaiból levont következtetéseket. Szerintem és rosszat. Akkor mi, igen, bocsánat, én úgy emlékszem, hogy akkor, amikor ő nagyon szigorúan minősítette a Medgyesit, hogy így nem lehet eladósodni. Igen. Akkor mi fölzárkoztunk mögötte. Tehát azért... azt gondoltuk, hogy ez egy jós, ez egy komoly, felelős kormányzati hozzáállás. Igen, igen. Én is vállaltam tanácsadói állást az első Orbán kormányban, elsőbe, két évig a négyből, mert a tanulási folyamat az... Eddig tartott. Igen. A másodikban már nem, bár még meghívott néha szakértőnek, aztán voltunk 5-6-an,
Surányi György a másodikat. Hát előtte még miniszterelnöknek is javasolt. Az utána volt. Nem, az ja, 2000... kettő között volt. Jó, az egy kétségbeesett helyzet. Mármint nem az én voltam kétségbeesett. Én nem rendeltem meg a frakkot. Jó, tehát csak rövidre lezárva, hogy egy másik Orbán kormány egy markáns választ adott egy fönnálló súlyos problémára, a neoliberális világképnek az elutasításával, és ebben nagyon sok támogatója volt, a felfújt pénzvilágtól való elfordulás, újraiparosítás. Hozzáteszem, az Európai Bizottságban is volt egy biztos, aki újraiparosítás szót használta. Ennek én most kifejezetten mondom, csak az adósságkezelésre gondoltam, nem az újraiparosításra. Ő azt mondta, hogy ki kell szabadulni az adósság csapdából, áttért a forint alapú finanszírozásra, hazaküldte az IMF-et, igen. És utána elkezdte lassan levinni, hát itt volt az ábrám, szép lassan vitte lefele, be is tartotta a 3%-os deficitkorlátot. Borzasztó, mert hogy itt olyan sok minden van átfedésben, azért nehéz egy ilyen gazdaságpolitikai előadást hallgatva eldönteni, hogy mi az, amit kipécézzen az ember. Az IMF elzavarása azért azt én úgy teszem magamban helyre, hogy bárkinek az elzavarása, akinek bármibe beleszólása lenne, és az ő szabadságát, döntési szabadságát, adott esetben populista döntési szabadságát korlátozná, az erre vonatkozott. Így van. Oké, ez teljesen rendben lepő. De azért hozzá kell tenni, hogy az IMF-et úgy tudta elzavarni, hogy teljesített a 3%-os deficitkorlátot, és ezzel nem szabadította magára Brüsszelt. Majd amikor már megjavult a helyzet, akkor a Brüsszelt is elzavarta. És most van az a tragikus helyzet, hogy a BYD... Már nincs kit elzavarni. BYD, már el van a zavar, és a BYD-től várja, a kínai tőkétől várja a magyar gazdaság dinamizálását is. Hát itt vannak, aki jobban ismerik ezt a világot, kínai világot, az ő eszükön túljárni azért nehezebb, mint Brüsszelt megvezetni. És már Brüsszel is kezd kijönni a megvezetettségből. Már Brüsszel is kezd tanulni. Na, ezért vagyok elkeseredve, és ezt az elkeseredésemet írtam meg cikkbe, és hát mondtam most el, hát a kellő, hogy is mondjam, reménnyel, hogy hát ha mégse így lesz, de belül azért az ember meg van ijedve. Bocsánat, én egy másik szempontot hoznék be ebbe a történetbe. A 90-es évek elején az akkori Clinton idősebb Bush választási harcban a Clinton kampány szlogenje az volt, hogy the economy, you stupid, a gazdaság, te ostoba. Én ezt néhány napja fölidéztem egy ilyen Facebook vitában, és arra az egyik ismerős úgy reagált, hogy hát ha a mai helyzetet nézem, akkor nem a gazdaság, a kultúra és az értékek. És hogyha ebből a szempontból közelítjük meg ezt az egész polikrízist Magyarországra csapódó részét, akkor úgy gondolom, hogy ezt ugyan számokkal nem lehet leírni, de sokkal súlyosabb dolgok jönnek elő, mint amit a számok mutathatnak. Igen. A számokkal le lehet írni, és csak megint muszáj önreklámot, mert egy cikken megjelent a Post-Communist Economist című folyóiratban, angol nyelven, amelyik a Orbán problémát egy nagyon egyszerű adatsorral írja le, mely adatokat Piti Zoltán kollégámtól vettem át. Mire költi a költségvetés a pénzt? Ugye mond, amit mond a politikus, de amikor dönt, az az, hogy kire terheli a terhet, kit adóztat, és a bevett pénzt mire költi. És most, ha tudom, hogy ez fölmerül, de itt már utaltam rá csak nagyon röviden, hogy az Orbán kormány most már hosszú trendjeink vannak, tehát nem egy év, két év, hanem trend. Ha itt vizuálisan el tudják képzelni, a költségvetésben a szociális kiadás, ami mindenhol a legnagyobb tétel, az abban a nyugdíj, az egészségügy, a szegénypolitika, a családpolitika, a
az oktatás, tehát ez a cofokban egy olyan, tehát a funkcionális beosztásban egy. Ennek az aránya mondjuk 30% mindenhol a költségvet, vagy a GDP-ben, vagy nem tudom, 25, ez 10 éven keresztül, 12 éven keresztül megy le Magyarországon. Tehát ez a kormány szociálisan eleve alacsonyabb, mint másod. Szinte neoliberális. A marxista ismerőség mondja, aha, neoliberális, úgy szokták hívni az Orbán. Nem, tudok, jó, én csak bolgatom. Ezek már nem létező kategóriák. Nem, de cikket lehet róla írni, és ha valaki az eszméletet olvas, én mindent olvasok bizonyos okok miatt, mert a szakmához tartozik, tehát neoliberális. Szerintem nem az, de ez a része igen. Hanem a gazdaságfejlesztés az megy fölfele, tehát a fejlesztő államba rakott pénz megy fölfele, de ennek nem örülök, mert ez az állami támogatás és a külföldieknek adott szubvenció. Egy kicsit, ami kilő, és nem 20, nem 30, hanem 300%-kal magasabb, mint az uniós összes többi, az ideológia. Van egy olyan cofog, amiben így rakta össze a nomenklatúra, most nevetni fognak, pedig de ki lehet találni. Ebben van a sport, ebben van az egyház, ebben van a média és a kultúra. Tehát, hogyha most neveket akarok mondani, akkor mondom a stadiont, akkor a templomtetőt, a Tóth Gabit, vagy nem tudom, hogy kell hívni, mert nem az én már Wagnernél megálltam, és már tovább nem tudok tovább menni. Tehát erre rengeteget költ, és akkor ezt úgy írtam meg egy cikkemben, amit megint csak önreklám, meg fog jelenni nem sokára a külgazdaságban, hogy egy olyan lokomotív a magyar gazdaság, lokomotív, nem egy Shinkansen, nem egy TGV, hanem egy ilyen lokomotív, ahol nagyon sok gőz megy a sípba, de működik. Ez jó. Ez szóval a tied a hasonlat. Igen. Bravo. És ugyanaz a mozdonyvezető 14 éve. És ugyan, igen. Most nem halad nagyon a mozdony, mert de nagyon sípol. De a bentülők, amíg nem látják, hogy a máshol a tám... Jövök. Szóval azért mondom, hogy igazad van, hogy a gazdaság, ez egy polgárdemokráciában ez igaz, mert az emberek tudnak számolni. Amerikában se igaz. Hát ha megnézzük, hogy mivel kampányol ugye az egyik jelölt, hogy vámokat fogok kivetni, hát azt megfizeti a fogyasztó. A kínai vám az azonnal drágábbá teszi az összes kínai importterméket, a gyerekjátéktól kezdve a penicillinig. Nincs értelme, ennek ellenére szeretik. Tehát sajnos azt mondom, hogy ideológia ismét visszajött. Ezért is kezdtem azzal, hogy gazdaságról fogok beszélni, de én nekem a nagy tapasztalatom, ugye most már eltelt 45-50 év, ugye ezek szerint, hogy Marxnak nem volt igaza. Addig is tudtam, de most látjuk. Ideológia. Azt a volt közöttünk, vagy nem közöttünk ez a vita, hogy akkor most mi neoliberális, és mi nem az. Tehát akkor lenne neoliberális a gazdaságpolitika, hogyha a csökkentett kiadások az egészségügyre, stb. Ből megtakarított pénz, az a szabad piacon mozoghatna, és nem a síkba költenék az egész. Így van. Csak hogy tiszta legyen. Vagy ha nem járadékként csapódna le bizonyos monopolhelyzetben lévő vállalkozásoknál. A 35 évre koncesszióba adott autópálya, gyakorlatilag lassan minden egyes ágazatban monopolhelyzetben lévő, ilyen-olyan érdekeltségű, de mindenhol a végén ugyanolyan érdekeltségű vállalkozások, amelyek biztos piacon mozognak, nem kell versenyezniük, és nem profitot szereznek, hanem szinte járadékot, és ez egyfajta neofeudalizmus, ami felé így megyünk.
Igen, ez így van, és hát ennek a következményei rövid távon nem nagyon láthatók, mert a GDP nem csökken. És ezt azért mondom, mert olvastam olyan cikket, jó tollú újságírótól is, meg kollégáktól is, hogy mit beszélsz te itt korrupcióról, hát nézd a GDP-t. Ezt a GDP-re hiába nézek, mert az átlag az 2% az elmúlt 15 évben. Nem 4, 2, erre vagyunk beállva körülbelül. B, hogy a korrupció az elkövetés évében nem csökkent semmit. Sőt, hát egy túlárazott stadion, akkor annyival került be a beruházási statisztikába, amennyi rá van írva. Tehát nem csökkent. Hanem, ha ez a stadion, ez nem használja senki, akkor olyan, mint az akasztói stadion. Emlékeznek rá, de az egy magánpénzből lett roncs. Itt meg most a közpénzből lesz 5-szörös, 10-szörös méretekben. Tehát hosszú távon nagyon problematikus. A jó hír, vagy rossz hír, vagy nem tudom milyen hír, ugye most nézegetve a legfrissebb fejleményeket, hogy ez azért a rent-seeking, ez a járadék vadászat, nincs mindenki előtt nyitva. 4-5 család van, vagy 3, vagy 4. Most ugye 2 millióan megnéztek egy videót, én nem hiszem, mert én ezt már hallottam korábban. És akkor az összes többi család beleütközik abba, hogy neki már akkor nem jut. A másik 6-8 millió embernek sehogy sincs hozzáférése, de nem azok szoktak forradalmat csinálni, hanem azok, akik megindulnak fölfelé, és utána beleütköznek egy plafonba. Hát a legszegényebbek azok nem szoktak lázadni. A végén, az előadásod végén kétszer-háromszor is mondtad, és akkor így már az elég nagy szám volt ahhoz, hogy észrevegyem, hogy tragikusnak tartod a helyzetet. De nem fejtetted ki. Mennyire tragikus a helyzet? Tehát tényleg úgy rosszul érzed magad, tehát egy igazi személyesen is tragikusnak érzed, és hogy ezt milyen idősíkon belül látod. Igen. Mikor lesz ez a tragikus borzasztó? Igen, ezt már inkább a söntésputnak támaszkodva kellene megbeszélni, mert... Tőlem támaszkodhatsz. Mert még otthon sem mondom el azt, amit gondolok. Magamnak sem mondom el mindig, amit gondolok, de hogyha beteszem egy logikai modellbe, és ugye én 40-50 éve modellezek, tehát nem tudok mit csinálni, kiszámolom, és elég jól eltaláltam sajnos a folyamatok jelentős részét. Azt nem gondoltam, hogy 81-ben én leszek az ipari miniszter, aki ezt megkapja, ezt a közepes fejlettséget, és ott van neked egy videóton, amelyik nem versenyképes, vagy egy buszgyár, amelyik nem versenyképes. Buszt tud gyártani, de nem versenyképes. Vagy egy Orion, és egy csomó olyan, amire még büszkék is vagyunk, de valljuk be, nem versenyképes. De nem elég az, hogy magyar? És akkor... Ezt idéző. Igen, hát az a magyar adófizető állja, igen. Igen. És akkor most azért mondom, tragikus, mert hogy ha belenézek abba, amit most leírtam, és amit könyvet írtam belőle, és... Amit most kérdezel, akkor tényleg őszintén válaszolok, hogy ezeket a folyamatokat meghosszabbítom, akkor látom a jövőt. Na most, hogy miért nem mondja, és ez a kiszámítható pangás, hogy ez hogyan alakul át, és milyen formát ölt, azért vagyok bizonytalan, és akkor itt nyílik tér a reménykedésnek is, hogy nagyon hirtelen változik a világ, egyszer csak jön valami, és az egész... Még rosszabb lesz. Hát először még rosszabb lesz, majd utána talán jobb lesz, hiszen mikor Kádár Eftás kezdett betegeskedni, akkor az volt, hogy utána csak rosszabb jön. Bizonyos értelemben ez igaz is volt. Neki. De aztán mégiscsak jött valami. Hát jó, jöttem én vagy. Akkor utána azt mondták, hogy rosszabb nem lehet. Mondom, én meg tudom védeni az első egy évtizedet mindenképpen a rendszerváltozásban. Az első 20 évről se tartom rossznak, és azt gondolom, hogy amit gondolok, azt most nem mondom végig, csak azt gondolom, hogy amit meg tudok hosszabbítani, mint elemző, az nagyon rossz. És ezért is emelem meg a hangomat, és kezdek publicisztikába, holott megtetném azt, hogy hát...
az akadémia doktora, hát akkor előbb-utóbb akadémikus szeretne lenni, ne írjon már hetente cikkeket. Úgy dekodolom a szavaidat, hogy olyan rossz a helyzet, hogy nem hallgathatsz. Igen, hát kétségtelen, ez egy munkaterápia is, amikor... Most nem csak rólad beszélek, eljövök, az egész országról. Igen, így van. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.